16. fejezet. Kétféle végtisztesség. Mint hogy időközben teljesen kivilágosodott, a kis társaság, amelynek tagjai közül senki sem evett vagy aludt semmit az előző nap reggele óta, végre nekilátott tennivalót készíteni. Az Arrow fellázadt legénysége a partra kitett 5 ember számára kisebb mennyiségű szárított húst, levest és zöldségkonzervet, kétszer sültet, lisztet, teját és kávét hagyott ott. Most sürgősen hozzányúltak tartalékaikhoz, hogy csillapítsák immár hosszú ideje mardosó kínzó éhségüket. A következő feladat szállásuk lakhatóvá tétele volt. Elhatározták, hogy e célból haladéktalanul eltávolítják a kunyhóban sok-sok évvel ezelőtt lezajlott tragédia hátborzongató emlékeit. Porter professzor és Mr. Philander nagy érdeklődéssel vizsgálta a csontvázakat. Megállapították, hogy a két nagyobbik csontváz az emberi fajhoz tartozó fehér férfi és egy nő földi maradványa. A legkisebb csontvázat csak futólag vették szemügyre, mint hogy a bölcső, amelyben feküdt, nemigen hagyott kétséget afelől, hogy a boldogtalan házaspár csecsemőkorban elhunyt sarjáról van szó. Miközben előkészületeket tettek a férfi csontvázának eltemetésére, Clayton egy vastag gyűrűre lett figyelmes. Nyilvánvaló a férfi viselte halála pillanatában, mivel az aranyból készült ékszert még mindig a valamikori kéz egyik új csontján találta. Clayton felvette és megvizsgálta a leletet, majd döbbenten kiáltott fel. A gyűrűn a Greystock család címere látszott. Jane is felfedezte a könyveket a szekrénybe. Az egyiket felütve a belső címlapon a következő beírást találtak. John Clayton, London. A következő könyvben, amelyet gyorsan ugyancsak megvizsgált, pusztán csak ennyi állt. Greystock. Nézze csak, Mr. Clayton, kiáltotta. Hát ez meg hogy lehet? Ezekbe a könyvekbe az ön családtagjainak a neve van beleírva. Ez pedig itt, felelt a férfi elkomorulva, a Greystock család címeres gyűrűje, amelyet mindenki elveszettnek itt, mióta nagybátyám John Clayton, a korábbi Lord Greystock feltehetően egy tengeri utazás alkalmával eltűnt. De mivel magyarázza azt, hogy ezekre a tárgyakra itt ebben a vad afrikai dzsungelbe bukkantunk rá? Kiáltott fel a lány. Ennek csak is egyféle magyarázata lehet, Miss Potter, mondta Clayton. A néhai Lord Greystock nem a tengerbe fulladt, itt halt meg ebben a kunyhóba, és ezek a porladó csontok itt a padlón az ő földi maradványai. Akkor ez itt bizonyára a néhai Lady Greystock, mondta Jane megindultan az ágyon heverő, szánalmas csontokra mutatva. A szépséges Lady Alice, felelte Clayton, akinek számtalan kiváló tulajdonságáról és megejtően bájos egyéniségéről anyám és apám annyit mesélt nekem. Szegény asszony, motyogta szomorúan. A megboldogult Lord és Lady Greystock maradványait ünnepélyesen nagy tisztességgel helyezték örök nyugalomra egykori kunyhójuk mellett. Kettejük közé temették Kala gyermekének, a kis kölyök majomnak a csontjait. Miközben egy darab vitorlavászonba csavarta az apró kis csontvázat, Mr. Philander tüzetesen megvizsgálta a csecsemő koponyáját. Majd odahívta magához Porter professzort, és a két tudós jó néhány percen át folytott hangon vitatkozott egymással. Felettébb különös, felettébb különös, mondta Porter professzor. Az Istenért, mondta Mr. Philander, szerintem haladéktalanul közölnünk kell Mr. Claytonnal, hogy miféle felfedezést tettünk. Na-na, Mr. Philander, na-na, intette le titkárát Archimedes Q. Porter professzor. Temesd el illően azt, ki már holtan hever. És így végül az őszhajú öregember még egyszer elmondta a gyászszertartás szavait a különös sír fölött. Négy társa lehajolt, fedetlen fővel állt mellette. Tarzan, a majomember, a dzsungelfia a fák árnya közül figyelt az ünnepélyes ceremóniát. Figyelmét azonban Jane Porter bájos arca és kecses alakja vonta leginkább magára. Barbár pallérozatlan lelkében újfajta érzelmek kavarogtak és teljesen értetlenül állt velük szemben.
Nem tudta megmagyarázni magának, hogy miért érdeklik ennyire ezek az emberek, miért tett meg mindent azért, hogy megmentse a három férfi életét. Azt viszont tudta, hogy miért nem engedte annak idején Szabort a törékeny kis idegen lány közelébe jutni. A férfiak persze nyilvánvalóan ostobák, nevetségesek és gyávák, gondolta. Még Manu, az apró majom is intelligensebb náluk. Ha ezek itt saját fajtája beliek, akkor igencsak kérdéses, hogy indokolt volt-e idáig oly nagyra lennie a származásával. A lány viszont, na igen, vele egészen más a helyzet. Rajta nem sokat törte a fejét. Tudta, a lány arra született, hogy megvédelmezzék, és ő maga volt az, aki arra született, hogy megvédelmezze. Nem tudta mire vélni, hogy akkor a gödröt ástak a földbe, és aztán csupán a csontokat tették bele. Ennek nyilvánvalóan semmi értelme nincs, hiszen kinek jutna eszébe csupasz csontokat lopni. Még ha valami hús lett volna a csontokon, azt megértette volna. Az ember valóban csak így tudhatja biztonságban az eledeli dangótól, a hiénától, meg a dzsungel többi tolvajától. Miután a sírt betemették, a kis társaság tagjai visszaindultak a kunyhó felé. Esmeralda, aki még mindig záporként hullatta a könnyeit, ezért a két szerencsétlenért, akiknek a mai napig hírét sem hallotta, egyszer csak véletlenül a kikötő felé pillantott. – Nézzék már, ott, ni! Odalenn azokat az alávaló hitvány fehéreket! – rikácsolta, és az áró felé mutatott. – A gyalázatosak itt hagyták a istenfélő embert ezen a pogány szigeten, e! És valóban. Az Arrow lassan végighaladva a kikötőbe vezető szoroson a nyílt tenger felé tartott. Azt ígérték, hogy puskákat és lőszert hagynak itt nekünk, mondta Clayton. Micsoda aljas vadállatok! Biztos vagyok benne, hogy annak a fickónak a keze van a dologban, akit Snipesként emlegetnek, mondta Jane. King is gazember volt, de benne pislákolt némi kis emberi érzés. Ha nem ölték volna meg, tudom, neki gondja lett volna rá, hogy mindennel rendesen ellássanak minket, mielőtt sorsunkra hagynak. Sajnálom, hogy nem kerestek fel, mielőtt vitorlát bontottak, mondta Porter professzor. Szándékomban állott megkérni őket, hogy a kincset hagyják itt nálunk, hiszen ha megfosztanak tőle, én elveszett ember vagyok. Jane szomorúan nézett az apjára. Ne sajnáld, papa, mondta. Úgy sem értél volna el semmit, hiszen éppen, hogy a kincs volt az, ami miatt megölték a hajó tisztjeit, minket pedig kitettek erre a rettenetes vidékre. Na-na, gyermekem, na-na, felelt Porter professzor. Te jó gyerek vagy, de a gyakorlati kérdésekben tapasztalatlan. Azzal Porter professzor megfordult, és kezét kabátjának hosszú szárai alatt összefogva, szemét a földre szekezte, és lassan elsétált a dzsungel felé. Lánya ellágyult mosolyjal az ajkán nézett utána, majd Mr. Finlanderhez fordult, és azt súgta neki. Kérem, ne engedje, hogy újra elkóboroljon, mint tegnap. Tudja, hogy megbízunk önben, számítunk rá, hogy szigorúan felügyel rá. Napról napra nehezebb bánni vele, felelte Mr. Finlander sóhajtva, és a fejét csóválta. Gyanítom, hogy most az állatkert igazgatóihoz indul, és jelenteni akarja neki, hogy az egyik oroszlányok a múlt éjszaka szabadul járkált. Ó, Miss Jane, önnek fogalma sincs róla, hogy mennyit küszködöm vele. Elhiszem, Mr. Finlander, mégis. Bár mi valamennyien szeretjük őt, ön az egyetlen, aki igazából képes hatni rá. Mert függetlenül attól, hogy esetleg önnek mit mond, tiszteli széles körű műveltségét, és ennek folytán roppantul megbízik az ön ítéletében. Szegény drágám nem képes különbséget tenni tudományos ismeretek és bölcsességek között. Némi zavarodottság tükröződött Mr. Finlander arcán, amikor megfordult, hogy Porter professzor nyomába szegődjön. A derék titkár hosszú ideig rágódott még azon a kérdésen, hogy most akkor megdicsérve, avagy sértve érezze magát Miss Porter meglehetősen kétes értékű bókjától. Tarzan látta, hogy mekkora döbbenet ül a kis csoport tagjainak arcára, midőn az Arrow a szemüke láttára útnak indult. Mint hogy maga a hajó amúgy is csodálatos újdonság volt a számára, elhatározta, hogy a kikötő bejáratának északi felén lévő hegyfokra siet, ahonnan közelebbről is szemügyre veheti a vitorlást. Egyúttal, ha lehetséges, kifigyeli azt is, hogy milyen irányban távozik. A fák ágain sebesen tovalendülve nem sokkal azután érkezett meg a magaslatra, hogy a hajó elhagyta a kikötőt. Így azután nagyszerű alkalma nyílt kifigyelni eme csodálatos, különös úszóház rejtelmeit.
Körülbelül 20 férfit látott a feldézeten, akik fel alá rohangáltak, és hol itt, hol ott húztak meg egy-egy kötelet. Gyenge parti szél fújt. A hajó gyérvitorlázattal haladt át a kikötő szűk bejáratán. Most, hogy túljutottak a hegyfokon, minden tenyérnyi vitorlan felületet kifeszítettek, hogy amilyen gyorsan csak lehet, kijussanak a nyílt tengerre. Tarzan elbűvölve ámulattal figyelte a hajó kecses mozgását, és nagyon szeretett volna maga is a fedélzeten lenni. Éles szemével kisvártatva, mintha parányi füstoszlopot látott volna felszállni a látóhatár északi peremén. Azon törte a fejét, hogy mi füstölhet ott a nagy vízkellős közepén. Nagyjából ugyanekkor az Arrow figyelője is észrevette a füstöt, mert néhány perc múlva Tarzan már azt látta, hogy a hajót elfordították, majd rövidíteni kezdték a vitorlákat. A vitorlás megfordult. A majomember hamarosan rájött, hogy visszatérőben van a szárazföld felé. A hajó órában egy matróz állt, és állandóan egy kötél végre erősített aprócska tárgyat haigált a tengerbe. Tarzan el nem tudta képzelni, hogy ennek a műveletnek mi lehet az értelme. A vitorlás végül teljesen szembefordult a széllel. A horgont leeresztették, a vitorlákat bevonták. Nagy lótásfutás kezdődött a fedélzetem. Vízre eresztettek egy csónakot, és nagy ládát rakottak bele. Tucatnyi matróz foglalt helyet az evezőpadokon, akik gyors csapásukkal röpítették a csónakot a part felé. Oda igyekeztek, ahol Tarzan egy faágai között elrejtőzött. Közelebb érve Tarzan a patkányképű férfit pillantotta meg a csónak végében. Néhány perccel később a csónak orra a partnak ütközött. Az emberek kiugráltak, és a nagy ládát is szárazra tették. Minthogy a hegyfog északi oldalán kötöttek ki, jelenlétükről a kunyhóbéliek nem szerezhettek tudomást. Az emberek dühösen vitáztak egymással, aztán a patkányképű néhány társával együtt felmászott a meredek partfalon, amelynek tetején a Tarzan búvó helyéül szolgáló fa állt. Jó néhány percig nézelődtek. Ez a hely jó lesz, mondta a patkányképű matróz, és rámutatott egy pontra Tarzan fája alatt. Itt vagy másutt egy kutya, felelte társa. Ha elkapnak és a kincs a hajón van, úgyis mindent elkoboznak. Aztán itt is eláshatjuk. Hát, ha néhányan közülük megúszák az akasztófát. Aztán később majd visszajönnek és hasznát veszik. A patkányképű azoknak az embereknek kiáltott le, akik a csónakoknál maradtak. Erre azok csákányokkal és lapátokkal a kezükben lassan elindultak fölfelé a partoldalon. Igyekezzetek, hé! Kiabált Snipes. Ófa be! Szólt vissza egyikük mogorván. Mit képzelsz, te nyavajás vakacs? Nem vagy te admirális? Viszont én vagyok itten a kapitány, ha nem vetted volna észre, te tök fej, rikácsolta Snipes, rémisztő szitkok közönét zúdítva társára. Nyugalom, fiúk, intette le őket egy másik matróz, aki eddig még nem szólalt meg. Nem sül ki abból semmi jó nekünk, ha itten egymásba marakodunk. Amá igaz, felelte az a matróz, aki az imént megelégelte Snipes parancsoló hangját. De az se lehet, hogy ebbe a rohadt bandába az egyik úgy bánjon a másikkal, mint a kutyájával. Ti cimborák, kezdjetek el itt ásni, mondta Snipes, és a fa alá mutatott. Addig meg, míg ti ástok, Péter csináljon egy térképvázlatot a helyszínről, hogy majd később visszataláljuk. Tom, Bill, vegyetek magatokhoz egy-két embert, és menjetek le a ládáért. Aztán halljuk, te mit fogsz csinálni? Kérdezte az imént engedetlenkedő. Csak dirigálsz? Van nekem épp elég dolgom, mordultá Snipes. Csak nem képzeled, hogy a kapitány lapátot vesz a kezébe, és lál gödröt ásni veletek? Az emberek dühösen pillantottak fel munkájukból. Egyikük sem szerette Snipes-t, és azzal, hogy olyan bántóan fitoktatta hatalmát, mióta megölte Kinget, az endülők igazi fejét és vezérét, csak olajat öntött a tűzre. Szóval azt akarod mondani, hogy eszed ágába sincs lapátot venni a kezedbe, és velünk együtt dolgozni? Pedig nincs annak a te válladnak olyan fene nagy baja ám, mondta a Tarant nevű matróz, aki az imént is vitte a szót. Nem érdekel a hülye véleményed, felelte Snipes, és idegesen babrált a pisztolya markolatát. Hát akkor Istennek ifa kereszt, mondta Tarant. Ha nem kell a lapát, kapsz egy csákányt. Ezzel a szavakkal magasra a feje fölé emelte a csákányt, és a hegyét hatalmas erővel vágta bele Snipes fejébe. Az emberek egy pillanatig némán álltak a helyükön. Társuk otrombott humorának következményét bámulták.
majd az egyikük azt mondta. Má piszkos úrá szolgált erre a rohadt gazember. A másik buzgón neki látott csákányozni a földet. A talaj puha volt, ezért aztán félredobta a csákányt és lapátot vett a kezébe. A többiek követték a példáját. Több szó nem esett a gyilkosságról, de az emberek összehangoltabban nagyobb egyetértésbe dolgoztak, mint korábban. Amikor a gödör már akkora volt, hogy a láda jócskán elfért benne, Tarant javasolta, hogy bővítsék ki még valamennyire, és Snipes holttestét temessék a láda tetejére. Intézzük el egy füst alatt ezt is, ha már úgyis itt ásunk a környéken, magyarázta. A többiek is észszerűnek találták a javaslatot, így azután az árkot meghosszabbították, hogy a holttest elférjen benne. A közepén egy mélyebb gödröt ástak a ládának, amelyet előbb jól betekergettek vitorlavászonba, és csak azután engedték le a helyére. A teteje körülbelül egy lábnyira volt a sírgödör feneke alatt. Földet dobáltak rá, és jól letaposták a láda körül, míg a sírgödör alja teljesen sima és egyenes nem lett. Két ember minden különösebb teketória nélkül belepörgette a patkányképű hulláját a sírba, de előbb még elszedték tőle fegyvereit és azokat a tárgyait, amelyekre a csapat tagjai szemet vetettek. Visszadobálták a földet a sírba. Megtaposták, és újra földet dobtak rá mindaddig, míg több nem fért a gödörbe. A maradék kiásott földet szanaszét dobálták, majd a friss sírra nagy halom száraz gizgaszt szórtak. Lehetőség szerint természetes módon elrendezgették, hogy eltüntessék az utolsó nyomait is annak, a talajt itt valaki megbolygatta. Munkájuk végeztével a matrózok lementek a kis csónakhoz, és nagy iramba neveztek vissza az Arrow felé. A szél időközben jócskán megerősödött. Mivel az a bizonyos füstoszlop ott a látóhatáron egyre növekedett, és mind tisztábban kivehetővé vált, az endülők egy percig sem vesztegették az idejüket, hanem minden vitorlát felvontak a hajón, és szaporán elszeleltek délnyugati irányba. Tarzan, aki érdeklődésre figyelte mindazt, ami odalent történt, most csak ült a helyén. Azon töprengett, hogy mi lehet az értelme mindam a különös tettnek, amelyeket ezek a fura lények véghez vittek. Az emberek bolondabbak és kegyetlenebbek, mint a dzsungel fenevadjai, gondolta. Micsoda szerencséje van, hogy itt élhet a békés és biztonságot nyújtó hatalmas őserdőben. Azon tűnődött, hogy mit tartalmazhat az elásott láda. Ha nem volt rá szükségük, miért nem dobták be egyszerűen a tengerbe? A sokkal kevesebb fáradtsággal járt volna. Hát persze, gondolta aztán. Nyilván mégiscsak kell nekik. Csak elrejtették itt, és az a szándékuk, hogy később visszajönnek érte. Leugrott a földre. A felásott hely környékén szemügyre vette a talajt. Azt kereste, hogy ezek a furcsa lények nem ejtettek el valamit, amire neki szüksége lehet. Talált egy ásót a magas fűbe, ott, ahol az emberek gizgaszt szedtek a sírra. Felvette a földről, és megpróbálta ugyanúgy használni, mint ahogy azt a matrózoktól látta. Nehezen boldogult a szerszámmal. Mesztelen talpát is felsértette, de azért csak folytatta a munkát mindaddig, amíg a holttestet egy helyük ki nem bukkant a föld alól. Kirángatta a sírból, és félrehúzta. Aztán folytatta a munkát, míg a ládát is ki nem ásta. Azt is kihúzta a halott mellé. Majd betemette a sír alatti kisebb gödröt, visszatette a helyére a hullát. Földet hányt rá. Beszórta az egészet száraz bozottal, és odament a ládához. Idefelé jövet négy matróz görnyedt a láda súlya alatt. Tarzan a dzsungelfia viszont úgy felkapta, mintha csak egy üres csomagoló doboz lett volna. Egy kötél darabbal az ásóhoz kötözte, majd a vállára vette. Elindult vele a dzsungel legsűrűbb része felé. A fák ágai nemigen boldogult súlyos terhével. A vadcsapásokon haladt előre. Ez meglehetősen hosszadalmassá tette az útját. Jó néhány órán keresztül keletnek, vagy inkább kisé észak-keletnek tartott. Végül elérkezett egy helyre, ahol a növényzet áthatolhatatlan, sűrű és szövevényes falat alkotott. Itt felkapott az alacsonyabb ágakra. Újabb 15 perc elteltével a majmok amfiteátrumába bukkant fel. Ott, ahol a törzse tanácskozni, vagy a dum-dum ünnep szertartásaira szokott összegyűlni. A tisztásnak majdnem a közepén, nem messze a domtól, avagy az oltártól ásni kezdett. Ez nehezebb munkának bizonyult, mint a sírból kihaigálni a frissen feltúrt földet. Tarzan, a dzsungelfia azonban álhatatos volt.
Folytatta a munkát egészen addig, míg fáradozásának jutalmául egyszer csak azt látta, hogy a gödör így már elég mély. A láda nem csak hogy elfért benne, hanem teljesen el is tűnt, mindenféle kíváncsi tekintet elől. Hogy miért vállalt ezt az egészen fáradtságos munkát anélkül, hogy tudta volna, mekkora érték rejtőzik a láda belsejében? Tarzan testi felépítését és eszét tekintve ember volt, de neveltetése, környezete majommá is tette. Az esze azt súgta neki, hogy a ládában valami értékes dolog van. Másként a matrózok nem rejtették volna el. A majmok között nevelkedve vérévé vált, hogy bármi újat vagy szokatlan lát, megpróbálja utánozni. A természetes kíváncsiság pedig, amely emberre, majomra egyformán jellemző, most arra ösztökélte, hogy nyissa ki a ládát. Nézze meg, mi van benne. A súlyos lakat és a sok-sok masszív vaspánt azonban kifogott az eszén és roppant erején. Kénytelen volt tehát úgy elásni a ládát, hogy nem sikerült kielégítenie a kíváncsiságát. Mire Tarzan útközbe vadázgatva és éhségét csillapítva visszatért a kunyhó környékére, már teljesen besötétedett. A kis építmény ablakán fény szűrődött ki. Clayton egy megbontatlan olajos dobozt talált, amely épségben vészelte át az elmúlt 20 esztendőt. A lámpák is használhatónak bizonyultak, így ezután az elképett Tarzannak úgy tűnt, a kunyhó belseje nappali fényben úszik. Korábban gyakran törte a fejét, hogy mi lehet a lámpák pontos rendeltetése. Olvasmányaiból, meg a képek alapján tudta, hogy mi célt szolgálnak, de fogalma sem volt arról, hogy miként lehet elérni velük azt, hogy, mint némelyik képen látszott, csodálatos napfénnyel árosszák el a közelbe lévő tárgyakat. Amint közeledett az ajtó felé eső ablakhoz, azt látta, hogy a kunyhót egy faágakból és vitorlavászonból készült kezdetleges válaszfallal két szobára osztották. Az első szobában a három férfi tartózkodott. A két idősebb elmerülten vitatkozott egymással. A fiatalabb, aki egy hevenyészet zsámolyon ült, hátával a fának támaszkodott, Tarzan egyik könyvét olvasta elmélyülten. Tarzant azonban a férfiak nem érdekelték különösebben. A másik ablak felé indult. Ott volt a lány. Újra megcsodálhatta a gyönyörű arcát, finom hófehér bőrét. Az ablak előtt ült Tarzan asztalánál. Éppen írt valamit. A néger asszony a szoba túlsó felében feküdt egy nagy halomfűvön. Aludt. Tarzan egy órán át gyönyörködött a mindvégig papír fölé hajoló lányban. Rettenetesen vágyott arra, hogy beszélhessen vele, de nem merte megszólítani. Biztosra vette, hogy miként a fiatal férfi ő se érteni a szavait. Attól is tartott, hogy nagyon megijesztené. A lány végül felállt a helyéről, a teleírt lapokat az asztalon hagyva. Az ágyához ment, amelyet jó néhány nyaláb puha fű borított. Eligazgatta a derékalját. Majd kibontotta magasra feltűzött szőke hajkoronáját. Mint egy csillogó vízesés, amelyet a lemenő nap sugarai aranyszínűre festettek, olyan volt az ovális arcát keretező és lágy hullámokban a dereka alá omló hajzuhatag. Tarzan igézetten nézte. Aztán a lány elfújta a lámpát, és a kunyhó belseje korom sötétbe borult. Tarzan azonban továbbra is figyelt. Egészen az ablak alá behúzódva várakozott, és fülelt vagy fél órán át. Végre meghallotta azt, amire várt. Az egyenletes, mély lélegzetvétel neszét odabentről, ami arról tanúskodott, hogy a lány elaludt. Óvatosan bedugta a kezét a rács rúdjai között, még végül már az egész karjával bent volt a kunyhóba. Vigyázva végig tapogatta az asztallapját. Végre megtalálta a papírlapokat, amelyeket Jane Porter az este folyamán teleírt. A legnagyobb óvatossággal visszahúzta karját és kezét, amelyben ott lapult a felbecsülhetetlen értékű kincs. Tarzan egészen apróra hajtogatta össze a papírokat. Bedugta tegezébe a nyílveszői közé. Majd, mint az árnyék, puhán és nesztelenül beleolvadt a dzsungel sötétjébe.